Nagy szeretettel köszöntelek benneteket ismét. Két hete e, kezdtük el az adást, az életadó adását e, a párszós Szava címmel. Köszönöm Istennek, hogy mindez ideig megsegített bennünket. Külön, köszön, külön köszönöm azt is, hogy ima támogatást kaptunk, és külön köszönöm azt, hogy folyamatosan jönnek az igen magvak a Mennyországból, e, az Úrtól, és e, van mit megosztani a testvérekkel. Nagyon hálás vagyok ezért, hogy nem tankönyvekből, teológiai könyvekből hozzuk elő ezeket a tanításokat, hanem az Úrtól hozom ezeket a tanításokat. És látjátok, hogy két hete foglalkozunk a Máté Evangéliumából, és még egy töredékét tudtuk csak megnézni, hogy mennyire nagy kincs van az evangéliumokban, és mennyire nagy érték van. Köszönöm, hogy ma is uh, itt vagytok, uh, közösségben vagyunk egymással, és kezdjük meg ezt egy imával és aztán kérjünk áldást erre a mai adásra, összejövetelünkre, ha bár szanaszét vagyunk a városban, a régióban, de mégis most egységbe kerülünk. Ez az imádkozás hozom minket egyé, egységben az Úr Jézus Kézus lábaihoz gyűjjünk össze. Menj, édesatyám, hálát adok neked, hogy az én testvéreimmel ma közösségbe kerülhetek a te szellemed által. Köszönöm, hogy a te szellemed összekött te veled, Úr Jézus, összeköt az atyával, és köszönöm, Szent Szellem, hogy Te összekötsz minket egymással is. Köszönöm neked, Uram, hogy a Te jó voltodból, kegyelmedből lehetünk, élhetünk és vagyunk. Köszönjük, Uram, hogy most is megvalhatjuk, hogy két het hete indítottuk el ezt az adást, és két hete folyamatosan táplálsz minket, és gondoskodol rólunk. Köszönjük a közösséget, nagyon hiányzik, amikor szemtől szembe láthatjuk egymást, de mégis köszönjük, Uram, hogy a szívünk közösségben van egymással, és mégis áfoljuk a közösséget most a Te igéden, a közös imádkozásokon keresztül, és egyáltalán keressük egymást különféle módokon. Köszönöm Neked, Uram, ezt a mai alkalmat, köszönöm, a megáldod a mai üzenetet, és kérünk, hogy nyisd meg az a, 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 a ige kapuját, az ismeretnek a kapuját. Kérlek, Uram, hogy hagyj mehessünk be a keskeny kapun, a szoros kapun, a keskeny úton mehessünk tovább. Köszönjük Neked, Uram! a Te jó voltadat, megvalljuk, hogy a jó Isten vagy, minden jó adomány fentről származik, és köszönöm Neked, Uram, azt is, hogy Te megígérted, hogy gondot viselsz rólunk. Kérlek, Uram, hogy áldjál meg engem is, hogy amikor hirdetem ma a Te üzenetedet, teljes szívvel, örömmel, boldogan, és mégis szabadságban hirdessem a Te ígédet. Uram, hogy a szívekbe jusson, hogy érthető legyen, hogy világos legyen, és valóban segítsen valamennyi önkön, mert a te igét haszonra adatik. Köszönöm neked ezt a nagy hasznot, köszönöm ezt a nagy áldást, az Úr Jézus nevében, atyám, Ámen. Kedves testvérek, most pedig dicsérjük az Urat. Azt hiszem, hogy új felvételek is kerülnek most már forgalomban, új dalokkal, újféle módon is tudjuk az Urat dicsérni. Köszönöm a dicséretes csapat szolgálatát, szóljon a dal! Völdrészel, de miért mennéd tovább, jegyedül, ha benne társa lelk, miért nem lépnék, ha kihoz gyere velem? Tisználat vára kegyelem, miért te nyer még csatlád, gyere, ma végre győztes legy.

csak a te szavad számít bennek már nincsen határ, a végtelen vár. Igen, ez a tűz, igen, ez a lány, ami velé életet adtál, ébredjen a világ, ideje már, egy elmet lássák. Igen, ez a tűz, igen, ez a lány,

magas kábít nem enged. a hegyek, völgyek törnek rá, az ő szeretetem megtalál, szívem kiáll, nekem vár rá. Vedd életem, leteszem neked, emelkedj fel.

Kedves testvére köszönöm, jó visszajelzéseket kaptam arról, hogy hogyan tanít minket az Ima, és aztán pedig hogyan dolgozik az ima az életünkben. Nagyon örülök annak, hogy ezt a témát így vettétek, mert a legtöbb helyen ma a világon, amikor az imádkozásról beszélnek, abban a pillanatban csökken a népszerűség, abban a pillanatban már nem érdeklődnek annyira az emberek. De nem így az élet gyülekezetében, úgy látom, hogy töretlen a figyelem akarjátok megérteni az ima titkát, és akarjátok, hogy az ima életetek dolgozzon nektek, dolgozzon az Isten országának az építésében. Most pedig egy új témát fogunk nyitni, valószínűleg ugye is két alkalmat fog felölelni. A témánknak a címe: Mit mond Jézus Krisztus az anyagi javakról? Erről szeretnék beszélni. Szintén maradunk a Máté Evangéliumában, és kérlek, gyertek velem a Máté 6. rész. 19. versétől fogom olvasni, a 24. verséig gyertek velem, és olvassuk együtt az Isten igéjét. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti és ahol a tolvajok, ki kinemássák, és el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. A test lámpása a szem, ha azért a te szemed tiszta, te egész tested világos. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora ekkor a sötétség. Mert senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mamonnak. E, Jézus szavai ezek, szinte a két hét során figyeltétek, hogy szinte kizárólag az Úr Jézus szavait idéztem e, a Máté evangéliumából, és olvastuk fel. Így van ez ma is. Mit mond Jézus Krisztus az anyagi javakról, az anyagi életünkről? ez a következő témánk, ami rendkívül fontos, hiszen tudjátok, hogy a mai világ az anyagiasságról szól. Ha tudomást veszünk róla, hanem az életünk jelentős része, vagy a figyelem középpontja valamilyen módon az anyagi javakra irányul. És látjátok, hogy mennyire pénzközpontú, anyagi központú, testi központú ez a világ. Ezzel újat nem árultam el, hiszen ezt Jézus Kisztus elmondja, hogy ez a világ a veszendők után szalad, ez a világ a testi dolgokkal foglalkozik, a romlandó dolgokkal foglalkozik, és ezért ebben is egy változást adott az Úr Jézus Krisztus, hogy a fókusza a keresztény embernek a fizikai anyagi javakról egy egyen föntebb került a szellemi kincsek és a szellemi javak irányába mozdult el, vagyis mi hiszük, hogy van több, van jobb, és van maradandóbb az anyagi javaknál. Amikor az anyagi javakról beszélünk, akkor látjátok, hogy mennyire mulandó dolgokról beszélünk. Itt az első vers is ezt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda, a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Tehát egyértelműen azt mondja az Istennek az igéje, hogy az itt gyűjtött kincsek, azok elvesznek. Nem maradandóak. Tehát amortizálódnak, romlanak, elvesznek, elveszik, és most látjátok például, hogy egy olyan időszak előtt állunk, hogy az anyagi életünkben és az anyagi életekben a világban nagy, kár, szem, nagy kárt fognak szenvedni az emberek valószínűleg. Bízom benne, hogy a, a hívő emberek ezzel kivételek lesznek olyan értelemben, hogy mi adakoztunk, és majd erről fogok beszélni, hogy hogy mennyire csodálatos az az ige, hogy teljesedhet az Isten beszéde, hogy magot áld a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Tehát nekünk nem kell aggodalmaskodnunk, mert mi, nekünk van urunk, királyunk, ugye az elmúlt részt erről beszéltem, ezzel fejeztem be, hogy tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Tehát nekünk van királyunk, aki e, e, gondoskodik rólunk, Jézus Krisztus, és van urunk, aki parancsol nekünk, és ezért mi nem vagyunk alávetve teljes egészében a világban, csak egy része az életünknek van alávetve. Egyébként pedig az Úrra figyelünk minden szempontból, Őtől a megoldást, a boldogulást, és ezért hiszük azt, hogy az Úr tud cselekedni a fizikai mi voltunkban is, méghozzá erőteljesen. Látjátok, hogy az anyagi javak gyűjtése Jézus megjelöli, hogy ezt ez bármennyire is gondolják az emberek, de ez nem maradandó, mulandó, amortizálódik, ellopják, elveszik, az így gyűjtött kincseket el fogják veszíteni az emberek. Ha máskor, nem a legvégén, amikor elköltöznek a földi életükből, akkor azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy mindenkit hagyja, üres kézzel megy el, senki nem visz magával semmit sem, az anyagi javakból. Viszont oda át az anyagi javakat nem lehet átvinni. Tehát az így gyűjtött kincsek, nem csak hogy mulandóak, hanem nem lehet átvinni az Isten országába. Nem lehet átvinni ezeket az anyagi javakat. Ezért, hogyha valaki ott gyűjt anyagi javakat, az Isten országának a másik jellemzője azt mondja, a 20. vers, hanem gyűjtsetek magatokat kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, és sem nem el nem lopják. Ez a másik nagyon fontos, hogy mi egyre föntöbb figyelünk a szellemi életben, a szellemi világban, a mennyországra figyelünk, ezért Jézus azt is mondja nekünk, hogy az ott megszerzett kincsek, vagy az oda előkre küldött kincsek, azok nem vesznek el soha. Örökké valóak. Örökké. Tehát nem lehet elveszíteni. Ha valaki kincset gyűjtött a mennyben, az megmarad neki, és azt nem lehet tőle ellopni, nem fog amortizálódni, és nem veszíti el az értékét egyáltalán. Most látjátok, hogy mekkora amortizáció, mekkora veszítés van az értékből, és mekkora infláció történik, és mennyi ember veszíti el a kincseit és az értékeit egy szempillantás alatt. És gondolná az ember, hogy például a légitársaságok milyen gazdagok, és kiderül, hogy egy-két hónap tartalékkal rendelkeznek. Hogy tele vannak hitelekkel, hogy minden gazdagságok mögött ott áll a bank, és egyáltalán nem az övéké ez a repülő, és két hónapot bírnak, és aztán utána segítségre szorulnak. Így van ez nagyon sok vállalkozásnál is, elnézést, hogy látszólag nagyon sok értékük van, de amikor beüt a nehézség, mondanám a krak, akkor abban a pillanatban láthat, látható, hogy kiderül, hogy alig tudják egy-két hónapot tovább húzni, és nincsenek tartalékaik, hogy mennyire igaz, hogy ellopják tőlük, elviszik tőlük pillanatok alatt hirtelen nagy gazdaság semmivé válik. Sőt, nagy minuszá válik. Úgyhogy kérlek beneteket most gyertek velem, nézzük meg, hogy Jézus Krisztus mit mond! Ed a két nagy alapigasság, hogy a földi értékek ideig, óráig valók, amortizálódnak, értéküket veszítik és elvesztik tőlünk. A világurai. A másik oldalról, tehát a sátánnak joga van elvenni a kincseket. Tehát mivel Ő a világ Istene, ezért, a, mint világ királya, világnak az Istene, joga van neki, időnként leszüretelne a termést, így lehet ezt mondani, elvenni az anyagi javakat az emberektől, és újraosztani az anyagi javakat. Ellenben Jézus azt ígérte, hogy az ő országában nem így mennek a dolgok, hanem az ő királyságában és az ő országában megszervezett javakra garanciát adott, hogy ezek örökévalóak, valóak, és nem veszítik el az értéküket. Ez a két alapigazság, amiből kiindulunk, hogy mit mond Jézus Krisztus az anyagi javakról és az anyagi életünkről. Aztán a következő, amiről szeretnék beszélni, a világ szelleme. Tehát miért gyűjtenek kincset az emberek maguknak? És itt most azokról a kincsekről beszélek, ami felesleg. Tehát, mert a kincseknek van olyan része, amit, amivel az ember dolgozik. Ugye tudjátok, hogy egy, egy embernek mennyi mindenre van szüksége ahhoz, például egy vállalkozónak, vagy egy, egy, vagy egy munkahelyen, egy cégnek. Egy, egy gyárnak, mennyi alkatrészre, mennyi gépre van szüksége ahhoz, hogy termelni tudjon, és ezek a kincsek, és ezek az értékre szüksége van az embereknek, hiszen ezeket használják. De itt a Biblia azokról a kincsekről is beszél, amit gyűjtenek az emberek, amire nincs szükségük. Tehát olyan kincsek, amire, amit csak azért gyűjtenek, mert imádják a mamont, mert meg vannak kötözve az anyagi területen, mert vakok szellemileg nem látják a jövőt, nem látják a fölöttük lévő világot, éppen ezért ö, olyan kincseket is gyűjtenek, amire egyáltalán nincs szükségük, egész életükben sem tudják felhasználni, nem is akarják felhasználni. Tehát ez a világszelleme, a világszelleme, ami akkor is gyűjteti a kincseket az emberekkel, amikor nincs szüksége rá. Ugye amire szükségünk van anyagi áldásra, pénzre, szükségünk van különböző anyagi javakra, amivel az ember tud dolgozni, azok olyan kincsek, amire szüksége van. De aztán vannak olyan kincsek, anyagi értékek, amire egyáltalán nincs szükségünk, hogy azokat felhalmozzuk cél nélkül. És itt a cél nélkül felhalmozott kincsekről is van szó. Ez a világszelleme, és a világ szelleme az, ami, a, ami az embereket megvakította. Ugye a Biblia azt mondja, hogy a világszelleme, a sátán szelleme az, aki megvakította bűn és igazság tekintetében is az embereket, tehát nem látják az igazságot és a bűneiket, de elmondom nektek, hogy a világ szellemének egy másik nagyon fontos jellemzője, hogy megvakította az embereket az anyagi területen is. És ezért van az, hogy ők csak a testre és a földire, a földi dolgokra koncentrálnak. Nem látnak tovább. Rövidlátók, vakok... Ezért a világ szelleme vakító szellem, ami elveszi a látást, elveszi a józan gondolkodást az emberektől, és amikor olyan kincseket gyűjtenek az emberek, amire nincs is szükségük, akkor az totális vakságról beszél, a totális butaságról beszél. De a világ szelleme még azt is elhitette az emberekkel, nem csak, hogy a látást veszél az emberektől, hogy nem látják az örökkévalót, nem látják a fontosabbat, nem látják az értékesebbet az életükben, hanem azt is elveszi, hogy nem is, nem is azt mondom, hogy elveszi, hanem még azt is eléri, hogy ezt jónak tartják. Érdekes, hogy nem csak megvakítja az embereket, hogy ne lássák a jobbat, a szebbet, az értékesebbet, hanem azt is eléri, hogy azt a rosszat mindennél értékesebbnek tartsák. És látjátok, hogy ma a világ mennyire csalódik? Hiába van a sok pénze, hiába van a menő vállalkozása, hiába Pillanatok alatt, abban a pillanatok alatt e, e, olyan, mint a pára, följön a nap, és pillanatok alatt elpárolog, vége, és hiába bízott benne, hiába gyűjtött kincseket, nem segít rajta egy pillanat alatt. Egy ilyen válság megmutatja azt, hogy az emberek, amiben bíztak, egy pillanat alatt szertefoszik. De mégis elhitette az emberekkel az ördög, hogy a pénzzel mindent meg lehet vásárolni, és az anyagi mindenre jó. Hát erre jó, nézzétek meg, hogy vannak olyan területek az ember életébe, hogy egy járvány el tudja érni azt, hogy az egész világ csődöt mond. Egy pillanat alatt megtörténik ez. Tehát a világ szelleme a testire koncentrál, a földire koncentrál, és elveszi a látást az értékesebbről, a valóságosabbról, az örökkévalóról és testi hangsúlyokat hordoz, ezt mondja a Biblia. Ellenben az Istennek a szelleme, az Istennek a szelleme, mert két szellem van, két fő szellem van a világon. Az egyik szellem a világ szelleme, ezen belül vannak neki nagyon sok szellemei, démonjai, és itt tovább aztán van az Istennek a szelleme, ott hét tulajdonsággal sorolja fel az Isten igéje a Szent Szellemnek a tulajdonságai. Az Isten szelleme viszont a szellemi, az örökkévaló, a menyei dolgokra, a maradandó dolgokra teszi a hangsúlyt. Csodálatos ez, és ezért biztat bennünket az Úr Jézus Krisztus, hogy mi az Isten szelleme által tanulva, indítatva, ikletve éljük az életünket. Tudtok ámen mondani? Így éljük az életünket, amely a szellemire, a mennyeire teszi a hangsúlyt, a megmaradó dolgokra teszi a hangsúlyt az emberek életébe. Tehát látjátok azt, hogy itt Jézus nem az anyagi javak ellen prédikál, nem arról beszél, hogy ezek totálisan gonoszak, hanem arról beszél, hogy az ember életében hol helyezkedik ez el. És majd erről részletesen is fogok beszélni, hogy az ember hogyan építi be ezt az életében, mire használja, és hogyan gondolkodik e felől. Hogy a világ szelleme oktatja és tanítja az anyagi javakra az embereket, vagy pedig az Isten szelleme oktatja az embereket a mennyei értékekre és az anyagi javak használatára. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Na most, ha ezt az ember nem látja, ezt a két szellemet, akkor rövidlátó vak. Tehát vak egyértelműen. Ha ezt valaki nem látja keresztényként, akkor hiába kereszténynek mondja magát, rövidlátó és vak. Menjünk egy következő témára. Azt mondja itt az ige, hogy mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Hagyj olvassam el még egyszer. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a szívetek is. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Tehát itt most szív-tolvajról beszélek, én így nevezem ezt. A szívnek van tolvaja. Tehát itt az előbb beszéltem a kincsek tolvajáról. Ugye figyeltétek, hogy a kincseket hogyan lopja el, e, e, hogyan lopja el a ruhát, hogyan emészti meg a különböző eszközöket a rozsda, vagy a kincseket, a pénzt, az anyagi javakat hogyan lopja el a tolvaj. Ellenben itt arról van szó, hogy a szívet hogy lopja meg valami. A szívnek is van tolvaja. És ez a szív tolvaja ellopja a figyelmet, ellopja az imádatot, ellopja az Isten dicséretét, ellopja a mennyi értékekről, elveszi a figyelmet, és meglopja az emberi szívet. És egy hamis Isten csinál a szív tolvaj. Elviszi az igazit, Elviszi az embernek az életébe az igazi értelmet, az igazi fontossági sorrendet, ellopja az imádatát, a szeretetét, és odalök helyette, teljes mértékben odaad helyette egy helyettesítőt, egy utánzót, egy hamisítványt, egy hamis Istent. Ez a szív tolvaja. Tehát itt nem csak a fizikai értekek tolvajáról van szó, hanem a szív tolvajlásáról is, meglopásáról is, elvonja az ember figyelmét az Úr Jézus Krisztusról és a mennyei értékekről. Ellopja azt, és helyette ad egy hamis Istent. Ez is nagyon érdekes. E, menjünk tovább, hogy mi a földi kincseknek az, az értéke, helye és értelme az ember életébe? Ez egy nagyon fontos kérdés, amire szeretnék válaszolni, mert ahol van a kincsetek, ott van a ti szívetek is. Szeretnék ezzel kapcsolatosan, egy kis megfogalmazást adni, hogy mindenki ezt megértse. Először is az anyagi javakról a Biblia azt mondja, hogy az nem cél. Az Isten igéje tanít bennünket arról, hogy aki a pénzt célnak tekinti, vagyis hogy meggazdagodjon, az gonosz. A meggazdagodás után való vágy gonosz, de ha valaki a pénzt és az anyagi javakat eszköznek látja, amivel el tudja érni a céljait, akkor ez teljesen bölcs dolog. Tudtok egy ámen testvérek? Tehát ha eszköznek látjuk a pénzt, hogyha téged az Isten megbízott azzal, hogy nevel gyermekeket, építs házat, hogy ha neked van vállalkozásod, vannak szükségeid, nem de anyagi javakra van szükségünk, hogy ezeket kivitelezni tudjuk. De mi nem azért akarjuk az anyagi javakat, mert mi imádjuk a pénzt, a mamont, a világistenét, és nem engedjük, hogy meglopja az ördög a szívünket, hanem nekünk azért van szükségünk pénzre, anyagi javakra, értékekre, mert nekünk van egy célunk, és a földi életünk során ezeket a célokat ennek a segítségével tudjuk elérni. Ezért ez nagyon-nagyon fontos, hogy mi az értéke, helye és értelme a pénznek. Az az értelme, hogy ez soha ne legyen cél. Mondtok egy ámen soha, de soha ne legyen cél a meggazdagodás, de mindig legyen cél, hogy adjon a jó Isten nekünk elegendő anyagi áldást, hogy elérjük a célunkat. Legyen a pénz segítség, hogy elérjük a célunkat, de soha ne legyen cél a pénz önmagában. Ez a lényeg. Aztán nézzük, hogy mi a földi kincsnek az értéke helye és értelme az életünkben. Szintén nagyon-nagyon fontos, hogy az anyagival vásárolj szellemi javakat, vagyis Jézus Krisztus azt mondta, hogy áron is vegyétek meg az alkalmatosságot. Ez nagyon-nagyon fontos, vagyis amikor az ember anyagi javakhoz jut, boldogul a föld élete során, akkor ezt is használja fel arra, hogy mennyei értékekhez jusson. Mondjunk egy példát. Azt mondja, hogy vásároljátok meg az alkalmatosságot, az időt. Tehát például, hogyha valaki arra használja az anyagi javait, hogy megragadjon alkalmakat. Mondok egy arra, hogy Isten azért adott nekünk autót, hogy eljöhessünk az Isten tiszteletekre, és hogy részt vegyünk a tanításokon, hogy, hogy, keressük az Isten országát, akkor ezek az anyagi javak mit szolgálnak? Az örökké való értékek beszerzését, ugye? Hogyha valaki, például megáldott a Isten, akkor meg tudja tenni például, hogy az idejéből is odaszán. Odaszán az idejéből is, és azt nem a pénzkeresetre fordítja, azt az időt, hanem az kiveszi a mindennapi életnek a körforgásából, és befekteti azt az értékes időt, amiből ő pénzt tudnak keresni, azt az időt az anyagi javaknak a, a megkeresésére szolga, e, fordíthatná, de ezt az időt ő kiveszi a többi közül, és befekteti arra, hogy keresi az Urat, imádkozik Istenhez, dicsőíti az Urat, szolgál embertársai felé, jókat cselekszik, értitek? Akkor az idejéből, amit megvásárolt, ugye... Mert megteheti most már, ugye nem a betevő falatért dolgozik, hogy, hogy nem úgy van, hogyha valakit Isten megáldott, akkor már nem az a cél, hogy most eszek valamit ma, vagy nem, hanem meg tudom tenni, mert Isten engem megáldott, hogy elengedek bizonyos időket bőségesen, mert én keresni akarom az Urat, és akkor én ezt a pénzt, ezt az értéket megint örökkévaló értékeknek a vásárlására fordítottam, mert az időmet odaadtam az Istennek. Értitek? És sorolhatnám így sorba egymás után. Ez a második értéke, helye, értelme a földi kincsnek az életünkben, hogy az anyagi segítségével, eszközként, lehetőségként használjuk fel az anyagi javakat az örökké való értékek beszerzéséhez. A maradandó az örökké való kincseknek a beszerzése. Tehát áron vedd meg a lehetőséget, az alkalmat. A harmadik terület, amit ezzel kapcsolatosan szeretnék elmondani, ez megint nagyon-nagyon fontos, hogy az adás ez, ez szolgálata, az anyagi javakba való sávfárság szintén nagyon-nagyon fontos, hogy az anyagi javak két dologért vannak, azon túl, hogy a szükségeinket betöltse, és azon túl, hogy a céljainkat segítsen elérni, a földi céljainkat. Azon túl nagyon fontos értelme az anyagi javaknak, hogy tudjunk belőle adni. Továbbadni. Tehát a Biblia azt mondja, hogy boldogok azok, akik adnak. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Dicsőség Istennek. És aztán az is nagyon fontos, hogy sáfárkodjunk az anyagi javakkal, tehát okosan gazdálkodjunk az anyagi javakkal, bölcsen gazdálkodjunk az anyagi javakkal. Nem olyan régen mondta nekem valaki, hogy nagyon fél, most az anyagi válságtól, most egy kicsit szókimondó leszek, nem bánjátok? Testvérek, hagyd tegyek bizonságot arról, és az Úr előtt alázattal, és tényleg minden dicsőséget az Úrnak adok. Hogy mondjam el, hogy én nem félek a válságtól. Tudják, hogy, tudjátok, hogy miért nem félek a válságtól? Két okért nem félek a válságtól. Az egyik, amiért nem félek, mert tudom az én Istenemet, hogy engem szeret, és megsegít. Még a szükség idején is, mert vannak keresztény emberek életében szükségek? Természetesen. Ha éjség van a világon, a keresztényekre is hat. Hogyha válság van, az a keresztényekre is hat. Tehát nem vagyok nagy képű, aki azt mondja, hogy engem ez nem érdekel. Természetesen tudom, józanul a helyzetet. De egyet tudok, hogy az én Istenem képes arra, hogy a szükség idején is megsegít. Az én Istenem jó Isten, aki meg tud segíteni engem még a pusztába és a nehézségek között is. Ez az egyik oka, az Úrban való bizalmam, amiért nem félek. A másik oka, hogy én vetettem a gazdagságomból, vetettem az anyagi javamimból, és én nem ettem meg mindent, mert meg van írva, hogy magot áldom magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Figyeled? Tehát a Biblia azt mondja, hogy az Isten minket az adás területén azért áld meg anyagi javakkal, hogy tudjunk adni, és sáfárkodni vele, gazdálkodni vele itt a földi életünk során, és ez azért nagyon tanulság, hogy mindenki megértse, hogy az Isten kétfajta táplálékot ad az embernek fizikai szinte. Az egyik táplálék a mag, tehát Isten az anyagi áldást Szó szerint kimondom, az anyagi áldásaidnak egy részét makként adja oda neked, ami azt jelenti, hogy azért adja makként, mert ez nem kenyér, ez nem táplálék, hanem az anyagi áldásaidnak az egy része azért adatik neked, hogy te elvesd azt, és makként szolgálj vele. Tehát ez nagyon fontos. Ezért egy keresztény ember megint rövidlátó, ha ezt nem érti, hogy minden anyagi áldásának egy része az mag, amit nem szabad megenni. Nem szabad elfogyasztani, mert Isten azt magként adja, nem kenyérként adja neked, hanem magként adja neked, az azért, hogy magvető legyél. Tehát te magvető is vagy. Tehát az anyagi áldásaid egy része azért érkezik hozzád, mert azt vetned kell tovább tovább kell adnod, és tovább el kell vetned az Isten országába. A másik része pedig kenyérként érkezik hozzád, hogy ne éhezzél. Ne éhezzél, hanem az Isten táplál és gondot visel rólad. Ez a te személyes szükségeidre, a családodra adatik, hogy tápláljon téged, és erre is gazdálkodni kell egyébként, mert amikor az ember a saját anyagi javaival gazdálkodik, még abból is tud adni, és abból is tud jól sáfárkodni. Ez is nagyon fontos. És hagy mondjak szókimondon valamit, tudjátok? Ez a válság meg fogja mutatni most azt is, hogy ki az, aki lopta az urat. És tudjátok, nem a szegény emberek szokták az urat lopni, hanem a jó módúak szokták az urat lopni, akinek sok van. És érdekes módon, hogy kultúrát, én úgy hívom ezeket, hogy a kultúrát tolvajok. Hogy a jólét idején, az elmúlt évek során, remélem, hogy az élet nincs ilyen. Mert az fél, mert tudjátok, hogy ki fél az anyagi válságtól, hogy csődbe fog menni, és tönkre fog menni, és, és fél az éjségtől, fél a szegénységtől. Az fél, aki nem adakozott, aki nem vetett, aki megette galárd módon, aljas módon, megette a vetőmagját is. Pedig az Úr adott neki elég kenyeret, az Úr adott neki elég anyagi áldás, Mégis tudjátok, mire fájt a foga egyeseknek? Arra fájt a foga egyeseknek, hogy megegyék a vetőmagot. Ne a kenyeret egyék, hanem a vetőmagot. És az Úr részét is megették, az Úr részét is elfogyasztották, amit Isten azért adott nekik, hogy vessék tovább, vetőmagként adta nekik oda. Ezt is megették, elfogyasztották eh, aljas módon, és most félnek és rettegnek, mert tudják, hogy, hogy csaltak, loptak az Isten országába, és ellopták az Istennek rendelt részt. És ezért mondom nektek, hogy hát nem, nem, nem tudok mit mondani. Erre valaki nekem azt mondta, jó, akkor majd most bocsánatot kérek, hogy nem adtam az úrnak semmilyen adomány, nem, nem adtam oda az anyagi részemnek a vetőmag részét az úrnak, nem érdekel, majd, majd bocsánatot fogok most kérni, és akkor az úr majd megsegít. Testvérek, attól, hogy valaki bocsánatot kérő lopta az úrtól a tizedet, lopta az áldozni való, lopta az úrnak szentelt részt, attól még, hogy Isten megbocsájt, nem lesz a föld alatt a mag. Gondolom, a kettőt értitek. Attól, hogy Isten megbocsájt, hogy loptunk tőle, az nem azt jelenti, hogy helyettünk elveti a magot. A továbbra is az életünkben ott van a hiány. Ott van az, hogy nem vetettünk. Tehát ilyenkor az következik be, az egyik, hogy Isten ugyan megbocsájt neked, hogy loptad az Urat, pedig áldott az Úr téged, és odatta neked az őnek, az neki szentelt részt is. Megbocsájt neked, de attól még nem helyettesíti a megbocsájtás az el nem vetett magot. Ezt nem helyettesíti. Akkor ezek szerint nem menjen senki se dolgozni, mert a lusták mind kérjenek bocsánatot az úrtól, hogy lusták voltak, és dolgozni se kell menni, mert az úr beszámolja hogy munkahelyet a bocsánatkérést. Tehát az úr beszámolja a bocsánatkérésedet abba, hogy megbocsásson, de nem számolja be a bocsánatkérésedet, hogy nem vetettél. A következményeket vagyis le kell aratni, és azért nagyon fontos, hogy ezt megértse mindenki, hogy ilyenkor az keresztény ember kerülhet komolyabb szükségbe, hogy megtanulja, hogy ne játszon Istennel. Megtanulja egyszer is mindenkorra, hogy a jólét idején ne lopjuk az Urat. És, és különösen szeretnék azokhoz a kis kedves, kultúrát, drága testvérekhez szólni, akik kis aranyos arccal, kis kedvesen, boldogan lopták a jólét idején az Urat, és most Tele van a kétségbeeséssel, elmondom nektek, hogy az Úr megbocsájt nektek, ha bocsánatot kértek, hogy loptátok őt, illetve e, szükségbe fogtok jutni valószínűleg, nagyobb szükségbe fogtok jutni, mint aminek kellene, de azt is elmondom nektek, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelmes és írgalmas. Vagyis nem fogtok elpusztulni. Megint megúszátok. De most már nagyon kérlek, hogy tanuljátok meg, hogy kedvesen, kultúráltan se lopjátok az Urat. Ne lopjátok az urat! Ne lopjátok el az értékeket! Ez nagyon-nagyon fontos. Aztán azt mondja a következő, a test lámpása a szem, ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. A következő, amiről beszél a, a, a zige, hogy hogy amikor az emberek az anyagi javakat nem, nem jó helyre teszik az életükbe, a motivációik nem jók az anyagi javak felé, illetve az anyagi javak leuralják és ellopják a szívüket, az életüket, az idejüket, az imádatukat és a dicséretüket, a szolgálatukat Isten felé. Ennek a, a, egyik oka a világszelleme, és tudjátok, hogy ha valaki nem teljes szent szellemmel, akkor szükségképpen ki fog rá jobban hatni a világszelleme. Ilyen egyszerű. Tehát a te szíved tele van akkor az védelem is az ellen, ami kívül van. De ha te szíved üres, akkor nincs védve az ellen, ami kívül van, mert be fogod a folyni. Ez nagyon-nagyon fontos. És itt van a másik ok, ami, ami miatt az embereknek megbicsaklik az anyagi és a, a anyagi javakkal kapcsolatos hozzáállásuk, az nem más, mint a szembetegség. Ugye itt a, a szív szeméről van szó, tehát nem a fizikai szemünkről van szó, hanem a szív látásáról, a szívnek a szeméről van szó. Ugye a szívünkkel is látunk, és a szívnek is van szeme. És azt mondja, hogy a test lámpása a szem, a fizikai szem az a ten, testnek a lámpása világosítására való. Ha azért a te szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ez is nagyon-nagyon érdekes hogy amikor a valakinek a szívének a szeme megbetegszik, akkor ez a másik ok, miatt nem jól látja az anyagiakat. Nem a megfelelő módon használja az anyagiakat, és nem a megfelelő helyre teszi az anyagi javakat, mert szembeteg. Súlyos szembetegségben szenved. Ezt mondja a Biblia. És sötét lesz. A szeme sötét. Nem világos és a Szent Szellem hozzá egy egyébként az életünkbe világosságot, az olaj és az igaz segítségével, amiről nem régen prédikáltam emlékeztek az egyik tanításomban, beszéltem arról, hogy hogyan világosítja meg Isten a szívünket, a lámpás, az öt okos és az ott bolond szűz példázatában beszéltem erről, hogy a lámpa az újjászületés minden ember életében, minden ember életében a lámpa bél, vagy a szövétnek, ami felszívja az olajat, maga az ige, és az olaj maga a szent szellemnek a jelképe, a szent kenete, ez a kettő egyesülve a lámpába tüzet készít, és ebből keletkezik a tűz és a világosság. Tehát, ha valakinek a szeme és a lelke és a szíve nem szent szellemmel teljes, megszűnik a világosság a szemnek, és megsötétedik a szem, besötétedik a szem, és ebben az esetben szív és szembeteg lesz. Nem csak a szívnek tolvaja lesz, hanem szembetegi szívbetegé teszi az embert. És hogy soroljon fel, ha soroljon fel, akkor tovább a szembetegségnek a, 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 a jellemzőjét. Az első, azt mondja a Biblia, hogy senki sem, azt mondja, ha pedig a szemed gonosz, a te egész teszed sötét lesz, ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? És senki sem szolgálhat két úrnak, mert az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti, nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezt mondja az Isten igéje. Tehát sóvárgás. Hogyan szolgálnak, hogyan lehet leleplezni, hogy már valakinek meglopta a, a világszelleme a szívét, megvakította a szívét, úgy, hogy sóvárog az öngyavak után. Tehát itt nem egészséges vágy van, látod itt a Bibliában, hanem beteges vágy. A sóvárgás az beteges vágy. Beteges vágyat is jelent. Amikor mindenek fölött, mindennél jobban vágyik valaki erre. A pénznek a szerelme, ugye a, pénz, a pénzbe való szerelmesség, a pénz szeretete az, ami nagyon-nagyon káros, ez, ez, hozza a sóvárgást az ember életében. Aztán kapzsiság, nagyon-nagyon fontos, hogy ez is lássad, hogy, hogy a beteg ember kapzsi. Sóvárgó, kapzsi. Aztán nagyon fontos, hogy a szembeteg, szívbeteg embernek nincs ideje az urat szolgálni, mert a világ szelleme meglopta, a szívtól vagy ellopta az időt, amit az úrnak szolgálhatna. Aztán nincs ereje és energiája az urat szolgálni, mert azt is ellopta a megfelelő energiáját és erejét is meglopta, mert az időnknek, erőnknek, energiánknak egy részét is az Úr azért adja, hogy neki szolgáljunk neki éljünk és neki szolgáljunk. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát szívbeteg ember olyan ember, szembeteg ember olyan ember, aki sóvárog, aki kapcsi, akinek nincsen már értékes ideje az urat szolgálni, és nincs elég ereje és energiája az úrnak befektetni bármennyi erőt és energiát. Ezt hívjuk szembetegnek. És az utolsó gondolatnak kezdek neki akkor, és aztán befejezem ezt a mai esti tanítást. A témánk, hogy mit mond az Úr Jézus Krisztus az anyagi javakról és az anyagi életünkről. Az, az is nagyon fontos, hogy föltegyétek most a 24. vers szerint a kérdést, hogy kinek szolgálok. Hogy van-e más úr az életemben, Jézus Krisztuson kívül? Van-e más úr? tisztelek -e valamit jobban nála? Szeretek-e nála valamit jobban? És az egyik ilyen esélyes, aki átveheti az ember életébe az Isten szerepet és az Isten helyét, az a mamon, az anyagi terület. A világ világistene, az anyagiasság istene. Ez veheti át, és ezért mindenki tegye fel ezt a kérdést, hogy kinek szolgálok úrként az életemben, ki parancsol nekem. És amikor a keresztények arról beszélnek nekem, hogy hát muszáj, hát figyeljetek ide, a muszáj az csak annak muszáj, akinek nincs ura. Ha neked van Istened, akkor elsősorban tudod, hogy kinek kell szót fogadnod? Remélem mondasz egy ámen. Akkor elsősorban neked az Urat parancsol. És annak is az Ura parancsol, aki azt mondja, hogy nem teheti meg, hogy az Úrnak szolgál, mert annak az Ura, aki parancsol, a pénz, az anyagi javak és a világ Istene. Tehát aki nem teheti meg, hogy az Úrnak szolgáljon, semmivel sem, soha, annak van más Ura. Ezért ami fontosabb az életében, ami fontosabb az, az Isten, ami Istenné válik, annak muszáj szolgálni. És ezért az emberek muszájban vannak, és amikor már muszáj, akkor az azért muszáj, mert más Istene van, a más Istent megint imádni kell, és, a más, és amikor imádja valaki, akkor annak szolgál. Tehát ez nagyon-nagyon fontos sorrend, amit felsorol a Biblia. És, és ez nagyon fontos, hogy két Isten nem lehet szolgálni, remélem mindenki egyet, ért két úton sántikálni. Nem lehet, nem lehet azt csinálni, amit most a modern kereszténység csinál, hogy szájával Isten szolgálja, eljön az Isten tiszteletekre és énekel, de a tetteivel lopja az Urat, és a gazdagságot, és csak is a világot szolgálja. Semmi másnak nem él. A tetteivel, a cselekedeteivel, csak is a világot szolgálja, csak is az anyagi javak után szaladgál, csak is az anyagi értékeket hajkurásza, és a száját azért használja arra, hogy az, amúgy az urat dicséti, és még annyira szemtelenek, annyira semmire valók, hogy még a szájukkal azt is mondja, hogy mindenem vagy te. Csak téged szeretlek, ilyeneket hazudoznak Istennek, úgy, hogy a tetteikkel semmit nem tesznek Istenért. Semmit az égvilágon. Ez elválik is, és te akkor záró gondolat, drága barátaim, itt az idő, hogy most eldöntsd, hogy a jövő következő szakaszában, hiszen látjátok, hogy az anyagi javakban nem bízhatunk. Látjátok, hogy nem segítenek bennünket olyan dolgokon át, amiben most állunk, ami előtt állunk. Ezért most kérlek hozzatok egy döntést, hogy továbbra is a mennyei javakra teszitek a hangsúlyt. Ámen? A mennyei értékekre, a mennyei kincsekre, illetve hozzatok egy döntést, hogy nem fogtok bízni az anyagi életetekben, hanem az Úrba fogtok bízni, és Isten majd meg fog benneteket segíteni továbbra is. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy meggyógyuljon a szíved, meggyógyuljon a szemed, hogy helyreálljonak a látásaid az anyagi életedről, a megfelelő módon, a megfelelő helyen kezeljed az anyagi életedet. És vissza szerez az uralmat az időt felett. És ez tényleg nagyon-nagyon fontos. Szerez vissza az életed felett is az uralmat az időt felett is az uralmat. Hogy az Úr Jézus Krisztus legyen az életed ideje felett, és az Úr Jézus Krisztus legyen az életed cselekedetei felett is az Úr. Mindenki mondja, ámen. Kedves testvérek, egy imával búcsúzom. Imádkozni szeretnénk, és kérlek benneteket, imádkozzunk, hogy mindenki lásson helyesen, lássa helyesen az anyagi javakat, és imádkozunk ma azért, hogy fogadjuk el az Úr Jézus látását, fogadjuk el az Úr Jézus véleményét az anyagi dolgokról. Ámen. És éljünk úgy, ahogy ő élt az anyagi javakkal ezen a földön, és akkor használni fogjuk az anyagi javakat a cél érdekében, sáfárkodni fogunk vele, és nem fog a pénz minket leuralni és lopni a szívünket. Imádkozzunk. Drága mennyi édesatyám, köszönöm, hogy megvalhatjuk, hogy nincs más úr rajtad kívül. Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. És megvalljuk, hogy mi nem hajolunk le egyetlen báványisten előtt sem, nem fogunk meghajolni a mamon előtt sem. Ez az egész világ gonoszságban el, és az egész világ imádta az elmúlt évtizedekben is, ahogy eddig is tette, a pénzt, a világ Istene, a mamon, az anyagiakat. És ez most megint összeborult, ez megint összeszakadt. És embereknek az élete semmisül meg embereknek a vállalkozása, nagyon sokaknak dől össze az élete, és veszítik el a munkájukat. De Uram, köszönöm, hogy nem így a hív emberek, mert Uram, nekünk vannak kincseink, amik soha senki nem lophat el tőlünk. És minden, amit értett tettünk, mindent, amit neked tettünk, mindent, amit a országodért tettünk, mindent, amit a te gyermekedért tettünk, mindent, amit azért tettünk, Uram, hogy téged szolgáljunk, az megmarad. Megmarad, és amit szeretettel hiteltetünk, megmarad. Köszönöm ezt neked, Uram. És éppen ezért a keresztény embernek, még hogyha át kell menni most ezen a nehézségeken, és ha átmeneti vesztességeket is lehet, hogy elkönyvel, vagy nehézségeken megy át, de nem loptak el tőlünk mindent. Nem úgy, ahogy a világiaknak, ahol minden csődbe megy, ahol az élete értelme teljesen megsemmisül. A keresztény ember csak részleges vesztességeket szenvedhet el ilyenkor, mert az ő kincse a a mennyei bankban van, a mennyei szépben van, a mennyei királyságban van, és ott soha semmilyen kincs nem semmisül meg nem válik értéktelenné, és nem, válik, nem devalválódik, mint ahogy a világban. Ezért a mi életünk nem ment csődbe, megvalljuk Uram most is, hogy nem ment csődbe, a mi életünk nem ment tönkre, a mi életünknek van jövője. Ezért, Atyám, az Úr Jézus nevében hálát adok azért, hogy ezen a földön az anyagi javakat a helyére teszed az életünkben, segíts meg, hogy aki eddig lopta, lopott tégedet, és megette a magot, amit a magvetésre adtál, Uram, hogy ne egye meg ezután, tanuljuk meg, Uram, hogy a magvetőnek kenyeret fogsz adni, dicsőség neked ezért. És köszönöm, Uram, hogy minden hűséges adakozót is megáldol, köszönöm, Uram, hogy minden tolvajt meg, megtérhet, és köszönöm neked, Istenem, hogy megáldod a te népedet, Uram, hogy valóban ne, legyenünk, ne legyen a mi szívünk beteg és mi nem akarunk más Isten szolgálni, nem fogjuk helyettesíteni a te szolgálatodat, a, a, a szeretetedet semmivel sem. Úr Jézus Krisztus, kerüljenek az anyagi javak helyére az életünkben, szolgáljanak bennünket az anyagi javak a te céljaid érdekében, és Uram, a pénz e, e, Istene teljes mértékben veszíts el az uralmát az életünk felett. A Jézus Krisztus hatalmas nevében mindenki mondja Ámen. Kedves testvérek, köszönöm, hogy meghallgatatok. Folytatni szeretném. Mit mond Jézus Krisztus az anyagi javakról és az anyagi életünkről? A következő estén vállalok benneteket szeretettel, és nagyon köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.